Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Big Dave vagyok, és itt is lennénk egy újabb F1 2019-es karrier videóval, méghozzá elérkezett a spanyol nagydíj hétvégéje. Annyit el kell mondanom, hogy sajnos nem tudtam olyan ütembe csinálni a videókat, amiben szerettem volna, mert kicsi betegség közbe szólt, és ezért volt most egy hetes szünet, de innentől kezdve nekiugrunk, és 2-3 naponta próbáljuk csinálni a videókat. Itt láthatjátok a pontverseny állását, 9. helyen vagyunk, ugye nagyon szép volt az előző heti bakui 6. hely, ugye az 8 pontot ért, és azzal azért előrébb jöttünk a bajnokságba, meg ugye a Williams csapat is feljött egy kicsit ezzel a 6. helyen. Itt láthatjátok az eddigi eredményeket, Melbourne-be sem kiestünk, Sahirba már majdnem meglett a pontszerzőhely, de ugye már Kínában meg is volt a 9. helyen, és Bakuba meghoztuk a legjobb eredményünket, és akkor meglátjuk, hogy mi fog történni ezen a hétvégén. Itt is reménykedek azért egy erős pontszerzőhelyben. Üdvözlök mindenkit innen Katalóniából, Barcelonából, el is érkezett a szombati időmérő edzés, és hát Kártikánnal azért reménykedünk egy tizen belüli eredménybe. Itt látható Valtteri Bottas, a világbajnoki pontversenyt vezető Valtteri Bottas, ugye Lewis Hamilton előtt vezet, és Charles Leclerc még a harmadik, és lehet, hogy pont erről kérdezik. Egyelőre az időjárás tökéletes, és szerintem ez így is fog maradni. Na akkor lássuk is az első gyors kört Kártikántól. Kubicától próbál kicsit leszakadni, hogy ne zavarja a gyors körébe. És kell egy jó kigyorsítás. Kell egy jó kigyorsítás ide a célegyenesre. Na nézzük, meg lesz-e. És nyílhat is majd a DRS. Nyílik a DRS, megvan szerintem a jó kigyorsítás. Na nézzük akkor azt az első gyors kört. Az első kanyar egy trükkös eléggé. Egy jobb balos kombinációról van szó. Egyelőre egy kicsit úszik a hátul, de szépen megvan. Szépen megvan. Ma jön egy nagyon-nagyon hosszan elnyújtott jobb kanyar, amit ha a külső éven tudnak megautózni a versenyzők, az a legjobb. Itt egy kicsit lecsúszik az ívről, de itt is a külső éven kell maradni, hogy aztán szépen rá lehessen fordulni erre a balosra, és lassan vége is az első szektornak. Igen, bocsánat, már vége is volt ott az első második jobbosnál. De kicsit megúszik a Williams, és majd jövünk a második DRS zónába. Itt is egy kicsit megúszik. Hát egyelőre csúszkál a Williams, de ez nem egy rossz kör. Így is van, 2/10-re Sebastian Vetteltől most egy kicsit lecsúszik. 2/10-re Sebastian Vetteltől. Egyelőre ez egy jónak tűnő kör. Látszik is, hogy szépen felért Kubicához képest. Szépen megvan az a harmadik szektor is egyelőre. Sikánokkal teletűzett harmadik szektor, és akkor egy jó kigyorsítás kell még. És a DRS, nézzük az időt, az idő pedig 1:22.8.9-re Sebastian Vetteltől. Nem rossz idő, nem rossz idő. Majd meglátjuk azért a második körben mit tud, de szerintem ez egy jó idő volt. Sajnos ugyanúgy, mint Bakuban nem tudtunk második kört futni, mert forgalomba keveredtem az utolsó gyors körömön, és így az első kör döntött, de meg lett a 7. hely, és ugyancsak megint a top csapatok mögötti pól, és igazából egy, mennyire? 30.000-re volt Pierre Gasly, ami nagyon-nagyon-nagyon közel volt. A második körbe tudtam volna egy kicsit javítani, meg is lehetett volna fogni Pierre Gaslyt, Hamiltoné a pól, Leclerc és Vettel a top 3. Üdvözlök mindenkit innen Katalónia fővárosából, Barcelonából. Egyelőre nagyon-nagyon-nagyon felhős az ég, de azt mondták az imént a fülemre, hogy nem várható csapadék, csak a felhők beszálltak ide a pálya fölé, de nem fog belőlük semmiféle csapadék jönni. Itt látod a pálya rajz, 16 kanyarból áll és 4,6 kilométeres. Ugye minden évben ide hozzák az évelei teszteket, és azért nem hiába hozzák ide, mert tényleg a pálya tele van középgyors kanyarokkal, van a harmadik szektor egy lassú rész, teres sikánokkal, és tényleg amit akarnak, mindent lehet tesztelni ezen a pályán. Na itt láthatjuk, mindjárt a rajtrácsot így is van. A pole pozíciót Lewis Hamilton szerezte meg Charles Leclerc előtt,
és a második sorba Sebastian Vettel és Valtteri Bottas kvalifikálta magát. A harmadik sort kibérelték a Red Bullok, majd jön Kartikán a hetedik helyel és Kevin Magnussen. Daniel Ricciardo és Grosjean értek oda még az első tízben, majd Stroll, Albon sorrend, és jön Sergio Perez és Daniel Kwiat, majd Kimi Räikkönen, Lando Norris, Hülkenberg a 17. és Sainzot megbüntették a 18. helyen, és Robert Kubica sajnos a 20. helyet szerezte meg a másik Williams-szel. Meglátjuk, hogy mi fog történni a rajtnál, az biztos, hogy ez a pálya nagyon-nagyon nyírja a gumikat, és szerintem, vagy, hát nem tudom, érdekes, szerintem bepróbáljuk ezt a lágy közepes váltást, de lehet, hogy az a lágy kemény kellene. Na és akkor nézzük is a rajtot! Kártikán a hetedik, előtte Gasly, mögötte Magnussen! És elalszik az öt lámpa, egy nagyon picit beragad Narain Kartikeyan! Próbálja lezárni a szögeket Daniel Ricciardo előtt! Kevin Magnussen bebújt! Ott a Gasly eltalálja Verstappent! A két Red Bull összeütközik! És Pierre Gaslynak egy kicsit megsérült a szárnya! Ez érdekes lesz! Nem tudjuk, hogy ki kell-e jönni, vagy nem kell kijönni! Na nézzük! Kartikán megtartotta a hetedik pozíciót, nagyon-nagyon közel jön Gaslyhoz! Hát ez így, ha sérült Red Bull-lal simaliba kell, hogy legyen az előzés! De mennyire sérült az a Red Bull? Azt nem tudjuk. Pierre Gasly mellé próbálja vetenni Kartikán, és nem tudja, egy kicsit megúszik a Williams. Hú, azért ez kockázatos volt így kicsit hideg gumikon. Így van, kicsit el is vesztette a ritmust. És jön Kevin Magnussen. Itt még ugye nem lehet használni a DRS, de majd lehet a, azt hiszem a harmadik körtől, de lehet, hogy már a másodiktól. Na nézzük, Pierre Gasly már szakad is le Verstappentől, és jön föl rá majd Narain Kartikeyan. Közben Kevin Magnussen megtartotta a 8. helyet, egy pillanatra azt láttam, hogy Lance Stroll betettem elé a Racing Pointot, de akkor vissza tudott jönni ezek szerint Kevin Magnussen. Keresztbe áll a Williams! Mit fogott meg, de most a kigyorsítás nem jött jól ki neki. Jön Kevin Magnussen, húzódik is be Kartikeyan, a belső ív az övé, a belső ív Kartikeyané, beteszi, ez nagyon veszélyes. Hát ez nagyon veszélyes volt, az érez szerintem vizsgálni fogják. Hát levágta az első sikánt, nem tudom, hogy ez mennyire volt szabályos manőver. Meglátjuk, ezt vizsgálni fogják mindenféleképpen. Na de Pierre Gasly már leszakadt Verstappenéktől, de egyelőre itt a viaskodásban a Kartikeyan nem nagyon tudott közelebb jönni Gaslyhoz, de az látszik, hogy Gaslynak valami nincs rendben a Red Bulljával. Hú, megint keresztbe áll a Williams, azt a mindenét! Hűha, egyelőre nem tudja teljesen kordában tartani ezt a Williams-et Narain Kartikeyan, eléggé csúszkál, és lehet, hogy ennek az oka a nagy szél is, ezzel a felhő, sok felhővel megjött a sok szél is. Szóval Érdekes eddig ez a futam. Kartikán a hetedik pozícióba is előtte Pierre Gasly a sérült Red Bull-lal. És közben jövünk a második szektorba, és nagyon-nagyon-nagyon fölért Narain Kartikán Pierre Gasly-ra. Nagyon-nagyon fölért, és már szerintem, mintha lehetne használni is a DRS-t. Így van, lehet használni a DRS-t, de közben megjön Kevin Magnussen is. Ez nagyon veszélyes lesz, és bebújik Gasly mellé egy nagyon rövid féktávval. Elképesztő, Kartikeyan nem hoz, hogy pozíciót veszít, hanem megelőzi Pierre Gaslyt is. Nagyon-nagyon sérült az a Red Bull. Nagyon könnyedén ment be mellé, és előzte meg egy rövid féktávval. Ezt gyönyörűen csinálta Narain Kartikeyan. Közben Gaslyt már megelőzte Magnussen is. És Magnussen mellett Stroll jön el. Stroll is kettőt előz. A Stroll jött ebből a csetepatélból legjobban ki. Lance Stroll. És közben egyre jobban kopnak ezek a lágykeverékű abroncsok. Tényleg ez a pálya eszméletlen, hogy öli a gumikat.
7 tizeddel volt jobb az előző 4 körénél, előző 3 körénél. Az első szektorban Arayn Kartikeyan. 6. hely egyelőre nagyon-nagyon jól vezet Kartikeyan, egyelőre semmi panasz rá. De majd meglátjuk. Jövünk újra a középső szektorba. Most, mintha kicsit jobban le tudta volna szakítani Strollékat, mondjuk ebben kicsit közrejátszott Pierre Gaslynak a sérülése, és szerintem mintha már Pierre Gasly a boxba lenne. Így van, szerintem már cseréltek neki első vezető szárnyat. Igen, nem is látom a mezőnybe, Pierre Gasly kim volt a boxba, ez viszont azért lehet veszélyes, mert akár ebből lehet egy elévágás is. Még Kartikeyannak is azért figyelnie kell, mert azért a Red Bull rendes szárnyal azért nagyon-nagyon jó. És közben Arayn Kartikeyan abroncsai eszméletlenül elhasználódtak. És jön is meg Lance Stroll. Szélárnyékba Lance Stroll. Védi a belső ívet. Próbál rövidet fékezni, de lecsúszik az ívről. Így belülről Lance Stroll elmegy. És elmegy Kevin Magnussen is. 2 pozíciót veszít Arayn Kartikeyan. És ki kell ma jönni a boxba. Hú, de elhasználódtak ezek az abroncsok. Teljesen lerongyolódtak. Alig bírja megcsinálni a 3. szektort Arayn Kartikeyan. És igen, jönnie kell a boxba. Hú, ezzel most rengeteget veszít Arayn Kartikeyan. A boxba alig tud bejönni ezekkel az abroncsokkal. 5 kör alatt teljesen elhasználódtak a lágykeverékű abroncsok. Na, ne nézzük, hogy a boxba mennyire tud gyorsan dolgozni a Williams. Kell egy gyors kerékcsere, nem tudom, hogy hol fog jönni Pierre Gasly. Na nézzük Pierre Gaslyt. Jön föl a közepes keverék. 1.87! Hát ez az életben világrekord lenne. Ott jön Pierre Gasly. És Pierre Gasly elmegy. Így van, ez a hiba nagyon sokba került most Arayn Kartikeyantól. Pierre Gasly elmegy az indiai versenyző mellett. És közben egy újabb kör telt el. És... egy páran már kijöttek a boxba, így a 16. helyen van Arayn Kartikeyan, de Kevin Magnussen is kijött Kartikeyan elé. Nem volt eléggé meggyőző, eléggé jó ez a kivezetőköre Arayn Kartikeyannak. Így Gasly, és itt nagyon megcsúszott a Red Bull. Így Gasly és Kevin Magnussen is kijött elé. És közben ott bebújik Gasly, ez most kicsit Kartikeyannak jön jól, hogy viaskodnak ott előtte. És talán picit próbál felzárkózni Arayn Kartikeyan. Na nézzük, mennyire tud közel érni Gaslyékhoz. Ez egyelőre neki nagyon-nagyon jó, hogy Kevin Magnussen tartja föl Pierre Gaslyt, és szerintem már lassan-lassan DRS zónába fog kerülni. Nem attól azért kicsit még messze van. Kicsit megvezette a rázó. Na nézzük, mennyire van. Lance Stroll kiesik! Közben Lance Stroll kiesik, és ő Kartikeyan elől esik ki! Közben Gasly megelőzi Kevin Magnussen Pierre Gasly, így van, ott láthatjátok! Ott áll az első szektorba Lance Stroll, így van, kiesett Lance Stroll, elképesztő, jól látom, a falba vágta. De nem tudom, hogy jönni fog-e a safety car. Nem tudom, hogy jönni fog-e a safety car, 9. helyen van Arayn Kartikeyan, most már többen kijöttek. Nem tudom, hogy jönni fogja a safety car. Szerintem megoldják ott egy sima sárgával, vagy egy virtuális safety carral. De egyelőre semmi. Egyelőre semmi, de Kevin Magnussen még mindig viaskodik Pierre Gaslyval. Újabb 2 kör telt el események nélkül, de közben Arayn Kartikeyan a Daniel Ricciardo nagyon-nagyon megérkezett. És láthatjátok a jobb alsó sarokban, itt is megúszik a Williams. Hogy nagyon-nagyon-nagyon elhasználódtak meg azok a közepes keverékű abroncsok. És 6 kör még vissza van. 6 kör még vissza van. És ezek az abroncsok eszméletlenül elhasználódtak már most. Azért 25% feletti kopás. Azért az már jelentős. És nézzük, nagyon-nagyon közel Daniel Ricciardo. Keresztbe áll a Williams. Ricciardo bebújik belső ívet. Próbál mélyet fékezni, megint lecsúszik Arayn Kartikeyan, belső ível Ricciardo elmegy, és megjön Perez, de Perez már nem engedi el Arayn Kartikeyan.
Ricardo elment, és közben már Sainz a tizedik, mert Perez ezzel a viaskodással kicsit visszabesett. Ricardo ezzel a nyolcadik pozícióba feljön a Renault-val, és Kártikán visszaesik a kilencedik pozícióba. Egyre jobban esik vissza ezeken a nagyon-nagyon elhasznált közepes keverékű abroncsokon Narain Kártikán, és még vissza van öt kör. És közben jövünk újra a középső szektorba, a pályának a második DRS zónájához, és kicsit megint lecsúszott. Jön Sainz, nagyon jön Sainz, megint bebújik, bebújik Sainz, bebújik, de a belső ív Kártikáné próbálja leszorítani Carlos Sainz, és megcsinálja. Kártikán ezt gyönyörűen kivédekezte, és közben Sainz még próbál itt nagyon-nagyon-nagyon a belső íven, kicsit megint megúszik. Megint megúszik a Williams, hát nagyon-nagyon-nagyon le roncsolódtak ezek az abroncsok. És már Ricardo megy el, nagyon-nagyon megy el már, nem tudom, szerintem egy, mindjárt meglátjuk, de 3 másodperc fölött van. Na nézzük, egy újabb kör telt el, most nem voltak komolyabb történések, de megint feltorlódott kicsit a mezőny Kártikán mögött. Egyelőre Kwiat jön, a Honda-nak még azért nincs meg az a komoly motor ereje, hogy felérjen a Williams-re, de azért felér, de azért jön Kwiat, belső ív Kwiaté, belső ív. Nem tud előzni Daniel Kwiat. Megtartja még mindig a 9. pozícióban Narain Kartikán. Eszméletlen, hogy hogy tartja magát az indiai versenyző. De már egyre-egyre jobban közelednek. Itt teljesen fel is torlódott a mezőny mögötte a 16. helytől kezdve. Körülbelül a 16. helytől kezdve. Eléggé feltorlódott a mezőny Kartikán mögött. És Kwiat lesz az, aki megpróbálja majd megelőzni Kártikánt a következő körbe is. Na nézzük. Jönnek a középső szektorba. Itt már lehet akár egy előzési pozíciója Daniel Kwiatnak. És nyílik is az a hátsó szány. Nyílik az a hátsó szány, de nincs most bent jól szélárnyékba. Nem is kell olyan rövidet fékezni. Itt most próbál megint játszani a kigyorsításra Narain Kartikeyan. Egyelőre szépen szűken belül tartja az autót, itt nem lehet elmenni ezekbe a középgyors kanyarokba, meg szűk eléggé a pálya itt. Jön a harmadik szektor, itt se lehet egyáltalán előzni, de itt kell Kartikeynek egy jó kigyorsítás, erre is játszik, teljesen a kigyorsításra játszik Narain Kartikeyan, és nem lett meg jól annyira az a kigyorsítás. Daniel Kwiat jön, Daniel Kwiat jön, Daniel Kwiat jön, belülről jön Norris, vagy Sainz, nem láttam pontosan, és megcsinálja Narain Kartikán. Eszméletlen még mindig a 9. pozícióban az indiai pilóta. Valami fantasztikus, amit védekezik most Kartikán ezeken a kopott abroncsokon. És közben újra jövünk a célegyenes rávezetőre, és Daniel Kwiat most talán, de közel van. Közel van, megint meg fogja próbálni. Jön Daniel Kwiat, beszippantja a szélárnyék, beszippantja. Belső ív, külső ívről próbál ott maradni a külső íven. Kicsit összeér a két autó, és leterelte Kwiatot. Leterelte Daniel Kwiatot, és még mindig a 9. pozícióban Narain Kartikeyan. Most jön Norris. Nem tudom, hogy meddig lehet még ezt kivédekezni. Utolsó előtti kör. Körülbelül most már csak másfél kört kell túlélnie Narain Kartikeyannak. És jövünk az utolsó körbe. Nézzük Kartikeyan. Hú, most nagyon-nagyon közel Norris. Most nagyon-nagyon közel. Húzódik be egy kicsit. Valami letörik Norrisnak az autójáról. De elmegy. Elmegy Kartikeyan mellett. Megint kicsit összeér a két autó. Megsérül Kartikeyan autója az utolsó körbe. Így nem nagyon tudja a pályán tartani. Albon is elmegy, neki megy Albonnak. Úristen, azt a mindenit! A falba visszacsapódik a pályára. Perez eltalálja! Mi történt itt az utolsó körbe? Eszméletlen nagy dráma! Kartikeyan tovább megy, de sérült autóval. Perez kiesett. Úristen, közben Charles Leclerc nyert. Az utolsó körig bírta tartani magát, és itt is már lecsúszik. Azt a mindenit, mi volt itt a végén. Most Daniel Kwiat teljesen elmegy. Őnek is sérült az autója. Hát kérem szépen, mekkora dráma volt itt az utolsó körbe.
Elképesztő! Hát nagyon sajnálom, Kartikán, de hát most már teljesen semmi leszorító elő. Lehet, hogy van egy bal hátsó defektje is. Azt a mindenét! Nem is tudja megcsinálni a féktávokat, lecsúszik. Azért a 18. helyre be fogja hozni a Williams-et. De hát ez sokkal jobb is lehetett volna. Azt a mindenit, és Perez futamának is annyi. Ó, mi történt itt? Elképesztő! Most jönnek be. Kwiat behozza a 17. helyre a sérült Toro Rossót. És Kartikán pedig még lecsúszik kicsit. Kartikán pedig a 18. helyre behozza a Williams-et. Eszméletlen dráma történt itt az utolsó körökbe. Hát a kopott gumikon eddig bírt a Kartikán. És Charles Leclerc megnyerte a élete első futamát. Élete első futamgyőzelmét megszerezte a Ferrarival. Binotto nagy örömére. Ha jól láttam, a dobogó második-harmadik fokára a két Mercedes tudott felállni. Örülnek a nagyon a Ferrarinál, nagyon kellett nekik már az a siker. És Kevin Magnussen pedig hetedik lett, ahogy láttuk, Gaslyt akkor ezek szerint nem tudta megelőzni. És így is van. Leclerc nyert, Hamilton lett a második, és Bottas lett a harmadik. Így Hamilton kicsit közelebb jött a világbajnokságba, de Leclerc is közeledik. Sajnos, ahogy láthattátok, az utolsó kört nagyon-nagyon elrontottuk, és hát körülbelül kétszer álltunk a falba, és sajnos nem lett meg az újabb pontszerző hely, és hát nem is az, hogy pontszerző, 18-ak lettünk. Hát sajnos, nagyon sajnálom, mert végig pontszerző helyen mentünk, hetedikek lettünk az időmérő edzésen, tényleg egy jó pozícióból, ott van 1.25-ös kört is tudtunk menni, és sajnos az utolsó körig bírták a közepes keverékű abroncsok, és így sajnos csak a 18-ak lettünk. Ennyi lett volna ez a spanyol verseny hétvége. Hát nagyon-nagyon sajnálom azt az utolsó kört, mert sokkal jobban is végződhetett volna ez a hétvége, azért ugye a hetedik pozíciót megszereztük az időmérő edzésen, és azért legalább egy 8.-9. pozíciót elvártam volna Kartikántól, hogy behozza ezt a Williams-et legalább pontszerző helyre, de hát ez sajnos nem jött össze, és össze is törte az autót. Pereznek is elrontotta a versenyét ugye azzal, hogy visszacsapódott a mezőnybe, ő is kiesett, Kwiatnak is elrontotta a versenyét. Szóval Kartikán megint megcsinálta a drámát, de attól független egy izgalmas versenyt láthattunk, és akkor hamarosan fogunk érkezni majd a monakói versenyhétvégével. Itt láthatjátok még a pontverseny állását, Bottas még mindig vezeti a pontversenyt, Hamilton a második, és Charles Leclerc egyre jobban zárkózik, viszont mi maradtunk a 9. pozícióban. Ennyi lett volna ez a spanyol versenyhétvége. Ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel, én Big Dave voltam. Sziasztok!